Mi jut eszébe a rozsomákról? Nem. És nem értek vele egyet. Én a sima mákot is utálom. Minek ennyi külföldi hülyeség? A falán, a dögevő, a vérmes, a kitartó, az illatmester, a belszerke. Bioport állattár, ismeretlen ismerős, 10-1 tény a rozsomákról. Annak ellenére, hogy ez az állat Európában is él, abszolút nem ül a Kárpát-medencébe rekedt népünk köztudatában. Pedig igazán izgalmas emlősről van szó, amely kifejezetten népszerű és hírhet az északi tájakon. Ő nem más, mint a rozsomák, vagy másik nevén torkosborz. Lássunk tehát a YouTube divatjának megfelelően 10 tényt róla, amelyből egy azonban merő hülyeség. Hogy melyik az, majd a végén derül ki, addig csak törjen mindenki a fejét rajta. A rokonok. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán milyen társaságba tartozik a rozsomák. Ránézésre legtöbben egy kisebb fajta medvére tippelnének, de a norvégok hegyi macskának is nevezik, de volt, aki egy kis farkasnak nézte. Én hallottam már állatkerti látogatót, aki lemajmozta, még messzebb kerülve az igazságtól. A rozsomák ugyanis egy menyétfüle ragadozó, azok között az egyik legtermetesebb, csak az óriás és tengeri vidrák nőnek nagyobbra nála. A menyétféléken belül pedig a nyestek a legközelebbi rokonai. Második, a falánk. A latin neve a glutonból származó guló épp úgy a falánkságára utal, mint a két magyar elnevezése. A torkos borzot nem kell magyarázni, de a rozsomák szó is erre utal. Valószínűleg a finn rasvamaha, remélem jól ejtem, vagyis kövér hasból ered és terjedt el a szláv népek között, és így jutott el hozzánk is. Az angol Wolverine eredeti jelentése feltetően kis farkas lehetett. Harmadik, a dögevő. Észak hiénájának is nevezik, talán azért, mert arrafele nem láttak még igazi hiénát. Igaz, tényleg nem veti meg a dögöt, ahogy minden más ragadozó arrafelé, de őket viszont nem hiénázzák le. Hozzá kell tenni az igazság többet kedvéért, maguk a hiénák sem dögevőbek az oroszlánnál. Mert északon kevesebb a zsákmány, nagy a rivalizálás, a húshoz férei rozsomák annyit teszik, amennyit csak tud, illetve még annál is többet, innen a falánság vágyja. Negyedik, a vérmes. Olyannyira, hogy képes elejteni még egy jávorszarvast is. Ezt elképzelni is nehéz, miután egy rozsomák súlya maximum 30 kg, még egy jávorszarvas tehéné kb. 300-400 kg is lehet, a bikáké még nagyobb, vagyis több mint 10-szeres a különbség, ahogy a magasságukban is. Ez olyan, mintha egy ember puszta kézzel le tudna gyűrni egy bölényt, ami persze lehetetlen. Viszont mély hóban az esélyek kiegyenlítődnek, amelybe süppett, télen amúgy is legyengült szarvas le tudja rohanni a hó felszínén ugráló rozsomák. Ugyanis a ragadozónak hatalmas mancsai, az ujjai között pedig bőrhártya van, így nem süpped le a hóban. 5. A belszerker. Nem csak a zsákmányállatokat, hanem a rivális ragadozókat is leküzdi. A megfigyelések szerint végezni tud még egy hiúzzal is, sőt akár még egy medvét is képes visszaszorítani a prédájától. Egyedül a farkasfalka az, amely meghátrálásra kényszerítheti. Az erő egységével szemben kevés a harciasság. 6. A kitartó. Nem a leggyorsabb futó, 30 km per órás sebességet képes elérni a maga fura mozgásával, de annál kitartóbb. A kutatások szerint egy rozsomák akár napi 60 km-t is megtesz zsákmány után kutatva. És ezt a távot nem aszfaltúton, vagy éppen kényelmes hegyi ösvényen teszi meg. És persze nem is örömében, a tajgák és tundrák élővilága jóval szegényebb, mint a melegebb területeké, nagyobb területet kell bejárni a ragadozóknak a siker érdekében. A 7. Az illatmester. Hiába borítja akár 6 méter hótakaró, simán kiszagolja a téli álmot alvókat, és ki is kaparja őket, hogy némi kényelmetlenséggel zárja a kikapcsolódásukat. Ellenben a rozsomák maga is tud olyan szagos lenni vész esetén, hogy valahol konkrétan büdös medvének hívják. A menyétfélék eleve erősek a kellemetlen illatokban, a rozsomák így is dobogós a skunkkal és a borzzal versenyben az anális mirigyének döglesztő szekrétumai révén. Ha valakit érdekelnek az ilyen bűnös és bűzös élvezetek, és esetleg ki is keverni, a főbb összetevői 3 metilbutánsav, 2 metilbutánsav, fenilecetsav, alfa-tokoferol, koleszterin és 2 metáldekánsav, és körülbelül még 50-70 vegyület.
azt ki kell kísérletezni. Nyolcadik, a viking hős. A skandinávok ritka realizmussal nevezték el egymást, de az is lehet, hogy a harci fejszéllyel faragott viking humorérzék ragadta a történelem lapjaira. Így emlékezhetünk olyan tiszteletre méltó nemesekről, mint a híres szőrnadrág Ragnar, Ocsmányfing Einstein, fia Halfdan a rossz házigazda, széphajú Harald, az áfonya függő kékfogú Harald, angolul Bluetooth, igen, innen ered a vezeték nélküli szabvány neve, sőszerető Erik, ezek nem szólnak magyarázatra. Ahogy a vajpéniszű Kolbein sem. Annál inkább a törpeszakító Thorir. Ebben a sorba illik Erik, a 9. századi norvég törzsfőnök is, aki a rozsomákot kapta a ragadvány népként, amire akár büszke is lehetett volna, de így hangzott, rozsomák bűzű Erik. Feltetően ezt a tömegosztató képességet felhasználhatta a harcok során, mert több mint 20 évig uralkodott sikeresen, ami nagy szólt abban az agyonverős időszakban. 9. A képegényhős. Nem csak a középkorban, hanem később is megihlette a hős kreátorokat James Howlett, Elias Logan, a rozsomák 1974-ben jelent meg a Marvel Comics képregényeiben, mint a nemzetközi mutáns csapat kanadai tagja. Azért, hogy népszerűvé tegyék arrafele is az X-Men sorozatot, mindenképpen valami közkedvelt karaktert akartak életre hívni, és mint kiderült, a kanadaiak a rozsomákért oda vannak, a név is menő, meg egyébként is illet a történethez a harciasságával. Oh no, it is not Canada. Wolverine is American! Wow, it is mine. 10. A nevétől megfosztott hős. Amennyire népszerű Amerikában, annyira ismeretlen Magyarországon, így amikor az első képregényeket magyarították, a fordító fantáziája, valószínűleg az alapanyag és a zoológiai ismeretek hiány, jócskán elszaladhatott. Így ekkor a rozsomákot pézsmapatkánynak is nevezték, majd lett farkas. A filmek fordítói is sajnos ehhez a téves alaphoz nyúltak, és bár utóbb a rajongók felháborodása miatt a képregényekben javították a neveket, a filmekhez már nem nyúltak hozzá, így maradt a farkas, ami eleve piacképesebbnek is tűnt. Ez az anomália nem csak a magyaroknál jelent meg, a spanyoloknál például Gepard, a franciáknál pedig Szervá lett a mutáns neve. Mielőtt feltárnánk, melyik volt a fake news, pontosabban a fake fact, figyeljük csak meg a rozsomák akrobatikus képességet és kitartását, ahogy megszerzi a fára felkötött zsákmányát a szegedi vadasportban. Nos, akkor elérkezett az igazság pillanata. Bármennyire is büszke lehetne egy uralkodó egy ilyen névre, a sok fura elnevezés közül éppen a rozsomák bűzű Harald nem igaz. A többi tény viszont igen. Ha érdekelnek a további átos sztorik és érdekességek, csak kövesd a Bioport csatornát. Mondom, kövesd a Bioport csatornát.